Az energiaválság okozta takarékossági intézkedések a Vörösmarty Színházat sem kímélték. Habár a színház január 2-a és március 1-e között zárva tart, a közönség mégsem marad igényes kulturális szórakoztató programok nélkül, hiszen a következő két hónapban is számos rendezvény lesz a városban. Tovább dübörög például a Duma Színház a Köfé Művelődési Házban január 18-án szerdán este 6 órakor. Janklovics Péter lesz a fellépő a Tália Lotyója című önálló esttel, február 21-én pedig Lakatos László Kirakat világ című előadását lehet megnézni. Január 21-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából az Alen Ideje a Meghalásnak című darabot láthatja a közönség, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ fürdősori épületében. A darab Markó Valentyik Anna színész, báb művész, Polc Alen szövegeire és Karádi Katalin dalaira szerkesztett szóló előadása lesz. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar partitúra ifjúsági sorozatának harmadik része, a Fehér Lófia, január 23-án és 24-én, valamint március 6-án és 7-én várja a közönséget a székházban. Január 29-én az Alba Régia Táncegyüttes a Mesenép című családi előadással készül a táncházban. A produkcióval az együttes a színházszerűséget előtérbe helyezve szeretné népszerűsíteni a tradicionális paraszti tánckultúra formanyelvére épülő színpadi táncművészeti ágat. A különböző művészeti csoportok sem pihennek, az Örökség csoport és a Teleki Diákkör is gőzerővel dolgozik az előadásain. Az Örökség csoporttal az Örökség című drámát játsszuk még januárban a Magyar Kultúra Napja előtt a Köfém Műfházban fogjuk előadni. Megjátszottuk már előző nap is, és szerencsére úgy néz ki, hogy vannak egyéb meghívások, illetve hát készülünk új drámával is, de az még kicsit a jövő zenéje, remélem, hogy majd tavasszal összeáll. Az Örökség az Igézőben is többször volt látható, a Szabad Színház pedig idén jubileumot is ünnepel. A Szabad Színház idén 65 éves, és éppen a Magyar Kultúra Napjára időzítjük ennek a jubileumi évnek a megnyitását, aminek az a címe, hogy Éber állapot, a lengyel Grotowski rendező után, a színésznek a lelki állapotára után nyilván, és a környezettel kapcsolatos állapotára, ez az éber állapot, azt gondolom, ez nagyon aktuális. Ezen kívül gyerekelőadásokkal is készül a Szabad Színház, amely matiné formában látható vasárnap délutánonként, valamint ezen a héten szombaton az Inkább élnék Árkádiában című darabot tekintheti meg a közönség. Január 29-én pedig egy vendégelőadás lesz, amikor is a Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából a Pápai SK Társulat mutatja be a Hátsó Traktus című előadást Anna Frank naplója alapján. A Prospero színkör számára sem áll meg az élet az új évben. Micskó Zoltán, a társulat vezetője, kérésünkre az előttük álló feladatokról beszélt. Most szombaton 14-én Ingmar Bergman őszi szonáta című darabját játsszuk. Két hét múlva 24-én kedden pedig Kis Csaba a Dög című kortárs darabját. Februárban szintén két előadással készülünk, Harold Pinter az Étellift, illetve Székely Csaba Öröm és Boldogság című előadásával. Székesfehérvár kulturális élete tehát a Vörösmarty Színház átmeneti bezárása ellenére sem lassít. A városban található kulturális programok közül bizonyára mindenki megtalálja a saját kedvére valót.